ebédidő van éppen az egyik bajai óvodában. Az intézmény jelenleg csak nem 100 fővel működik. Néhány hónapon belül ez a létszám valamivel módosulhat. A mostani nagycsoportosok közül sokan elhagyják az óvodát, hogy szeptembertől az iskolapadba üljenek. A nagycsoportosok közül a legtöbben jó emlékekkel búcsúznak az óvodából. Még azért szeretem az óvodát, mert nagyon sok játék van kint az udvaron, meg bent, meg sokat lehet építeni, meg játszani, meg ilyesmik. Melyik volt a kedvenc, melyik a kedvenc játékod? A konorékkal az építés. És szoktunk nagyon sokat építkezni, és ma meg egy gátat építettünk. A férőhelyek természetesen nem maradnak betöltetlenül, azokat ugyanis a leendő kis csoportosok foglalják majd el. Ahhoz, hogy a gyermekek a következő nevelési évet a kiválasztott intézményben kezdhessék meg, a szülőknek be kell őket iratni az adott óvodába. A beiratkozás az idei évben is két napon át zajlik, április 24-én és 25-én, a szülőknek pedig magukkal kell vinniük saját és gyermekeik személyes iratait, valamint ki kell tölteniük egy űrlapot, mondta Kovácsné Szabó Edit. Jelentkezési lapot töltetünk ki a szülőkkel, ezen kérjük, hogy jelöljék meg azt az óvodaépületet, amelyet a bajai óvodaigazgatóságon belül választani szeretnének a gyermeküknek. Kíváncsiak vagyunk ebben a jelentkezési lapban arra, hogy a gyermeknek van-e valami tartós betegsége, ételérzékenysége, hogy hogyan készüljünk fel. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy normatív kedvezményre jogosult-e a szülő, és azt milyen jogcímen szeretné kérni. A magas létszám miatt legfeljebb 33 gyermeket tudnak szeptembertől fogadni a Bernhard Sándor utcai tagintézményben. A beiratkozás a holnapi napon folytatódik a városban, a leendő kis csoportosokat pedig szeptember 2-án várják az intézményekben.